Sziasztok, Róli vagyok, és ma a szélturbinákról és a naperőművekről fogunk beszélni, a tulajdonságaikról, az előnyeikről, a hátrányaikról, és hogy, érdemes őket megépíteni. Legelsőnek, elektromosság előállítására szélerőműveket kapunk, egyetlen egy szélerőművet, én megyártottam egy párat, amint legyártod az első szélerőművet, meg tudod nézni az összes alatát neki. Szóval egy szélerőmű 300 kW energiát termel, és 420 van szükséged egyetlen egy bányász működtetésére. Meg tudod azt csinálni, hogy több szélelőművet raksz le, és ilyenkor észre is veszed a szélélélőmű egyik nagyobb fontos tulajdonságát, nem tudod őket túl közel rakni egymáshoz. Lenni, lenni kell köztük legalább másfél kocka helynek, másfél ilyen, ilyen kocka helynek, ami itt van, és akkor, akkor lesz így jó és így összeérnek a -e szélerőművek, ha látod, az egyik szélerőmű átadja az energiát a másik szélerőművének, szóval így tehát a miner már elkezd százszerzelékosan dolgozni. Ami tökéletes. Ugye legelsőnek én nagyon sokáig, amíg a kékockás kutatásaimat ki nem nullázom, addig én a szélerőműveket szoktam használni. Majd miután befejeztem a kékockás kutatásokat, a piros kockás kutatásaim előtt elkezdtek használni thermal power planteket, a sokkal jobban megéri az elején, mint a napenergia, mert annak arra szükségünk van, arra majd szükségünk lesz szilikonhoz. Ugye én elsőnek mindig telma a power plant -tel szoktam utána folytatni, a szélerőmű után rögtön, de most nem is erről fogok beszélni. Ha kíváncsiak vagyok, hogy ezt hogy csináltam, akkor nézzétek meg a piros kockás kutatásomat, amit az X-ray cracking segítségével csináltam. Most azért vagyunk itt, hogy megnézzük a napenergiáinkat, és hogy hogy szoktam én napenergiát készíteni. Ugye szoktam magamnak készíteni mindegy egy ilyen kis bevásárló központot, hogy mindent gyártok, amit, amit éppen tudok magamnak. Ezt még mindig annyi energiával elég, amennyit uh, a, a termál Power termelnek nekem, az tökéletesen elég. De így most már van rengeteg szélerőművem, és rengeteg naperőművem is, mert ugye csinálom közben a szilikont itt kövek segítségével, csak egy keveset, nem túl sokat, mert ugye a kezdő bolygónkon általában nem szokott szilikon lenni, úgyhogy ilyenkor mindig azt szokom csinálni, elkezdek gyártani egy kevés napener, naperőművet, és elkezdek ugye egy kevés alapot is gyártani, ezt magamhoz is veszem. Ugye nézzük is meg, mit tudnak a napelőművek. Ahogy látjuk, a szélerőmű 300 kW energiát termel. Ha megnézzük, a napenergiánk 94%-on működik, mert a nap az nem sokára lemegy, de ez 340 kilowatt energiát tud termelni, ami nagyon jó, de sajnálatos módon ugye hiába termel ez több energiát, mint a szélerőmű, ez az idő 50%-ában működik csak sajnos nekünk, mert ugye az idő 50%-ában a bolygón sötétség van, és így elég nehéz kiszámolnunk, hogy mennyi energiára van szükségünk, és mennyi naperemre van szükségünk. Ezért általában úgy szokták csinálni, ezt a profig, én is csak láttam, hogy csinálnak egy nap energia övet a bolygójuk köré az egyenlítő mentén. Elsőnek is, hogyan találjuk meg az egyenlítőt, azt itt lent a bal alsó sarokban megtalálod, ha rámegyünk, itt van a nulla fokot keressük, és ha megvan a 0 fok, 27-nél, ott van az egyenlítőnk. Ha bekapcsoljuk a gridet, azt akkor tudod bekapcsolni, amikor valamit le akarsz helyezni például. Amikor bekapcsoljuk a gridet, akkor látod, hogy itt van ez a nagyon vastag vonal, ezt keresed. És ez lesz az egyenlítőnk. Úgy is meg tudod keresni, hogy fölmész a bolygónak a közepére. Az egyszerű lesz megtalálni, mert repülsz körbe a bolygón, miközben be van kapcsolva az építésmódod és akkor ahol, ahol elkezdenek körök lenni, ott van a bolygónak a teteje technikailag, az északi vagy a déli pólus, onnantól kezdve keresel egy, megkeresed az első nagyon vastag vonalat, itt egy nagyon vastag vonal, ott egy nagyon vastag vonal, ennek ezen a vastag vonal mentén lemegyünk, Ugye a vízben nem látod, de nagyjából le lehet ezt követni. Ha nagy nagyon nagy óceánok vannak, akkor is igazából le tudod. Opa, eltüntettem, előveszük megint akkor is el követ, és addig megyünk lefele, amíg a nulla fokhoz nem érünk. Látod, itt vagyok a nulla foknál, itt van a nulla, nulla. Tökéletes, itt van keresztőződés, szóval ez itt az egyenlítőnk. Azért szokták az egyenlítőre rakni, mert ugye ott csinált a legtöbbet a nap, ott éri mindig 100%-osan a nap, ami teljesen egyértelmű dolog. A második nagyon fontos dolog, amiért az egyenlítőre szokták rakni, mert nagyon szépen néz ki. Hogy látjátok, ezek a gridek, ahogy távolodunk el az egyenlítőtől, elkezdenek így össze-vissza egymásba sznappelni, szóval nem néznek ki szépen az épületek, ha egymás mellé lerakjuk őket. Természetesen, ugye te egyenesen egy része szeretnéd rakni az épületet, mit tudom én lerakok ide egy naperőművet, művet, pont mit tudom én erre a része. így, és ide alá egy kicsit el van csúszva, ha megnézed. És azért szokták ezt az egyenlítő, mert látod, ez el van csúszva egy kicsit, de nincs, te el van csúszva, de nincsen csúszva, mert ugye az egész grid építkezési grid rendszer van elcsúszva. Azért nem szoktak ezzel foglalkozni, mert ezeken a részeken, mert az úgy nem néz ki túl szépen. Teljesen mindegy, hogy hova rakod, én, az, én is azért szoktam az egyenlítőre, mert oda rengeteg napelem elfér, és én ott szoktam őket megépíteni, mert ott szépen meg lehet építeni. Mindig úgy szoktam csinálni, hogy kezdetnek megkeresem a legközepét, látjátok, itt van az egyen, a hosszúsági fog, ugye itt van a 90 fok, a nulla fokon, a, itt lehet látni a bal alsó sarokban, erre a részére én lerakok kérlek szépen egy szélerőművet rögtön. Azért rakok szélerőművet, mert ugye a szélenergiát fog termelni egyértelmű. Utána én úgy szoktam csinálni, hogy annyira rakom ki őket, ideig elhozom ezt, nem lesz szükség, hanem erre. Ide egyet, és mínusszal vissza vesszük. és ugye shift a ha shift el elhúzod mellett, akkor tudod ide lerakni mellé, és ide lerakok egyet, mert ez az a távolság, amire le tudjuk rakni a szélerőműveinket. Előre is rakok egyet. Itt közelebb is tudjuk rakni, ugyebár, de mivel itt lesznek a a kövek, így erre a részére nem fogom tudni berakni neki, úgyhogy csak így folytatom. És ahogy megnézitek, ugye a szélerőművek mellé, mögé, közé be tudunk rakni pontosan kettő naperőművet. És ezzel a helyet fel tudjuk használni. A szélerőműnek az lesz a jó része, mert az, az mindig 100%-osan fog ö, dolgozni. A napenergiánk ugye az meg éjszaka nem fog működni, szóval az, az, az csak 50%-osan fog nekünk energiát termelni. Azért jók a szélerőművek, mert az ugye 100%-osan termel mindig is energiát. Nem tudom, mert azt tudjátok-e, de ha kijöttök bolygónézetbe, Kijövünk galaxis nézetbe. És ha rákattintatok a bolygókra, amik itt körülöttünk forognak, itt lehet látni, hogy a, a construction mekkora, a wind energy ratio, szóval mekkora a wind, a szél energia azon a bolygón, 70% és a solar energy ratio 111%, ugye ez egyértelmű is, meg közelebb van a naphoz, tehát több napenergia jut el oda. Ha ide jövünk a mi bolygónkra, itt látszódik, hogy itt a napenergia csak 94%-os, de a szélerőm, szélenergia a 100%-os, ami nekünk tökéletes. Ha megnézzük, itt van -e még egy külső bolygó is, wow, és itt ugye a szélenergia is kicsi, a napenergia csak 40 os szóval ezen a külső bolygón csinálni napenergia, naperőmű farmot, eléggé butaság lenne, ezért érdemes mindig a közeli bolygókra, bolygókra válaszolni. A kezdő bolygó az általában mindig úgy szokott lenni, hogy 94%-os napenergia és 100%-os szélenergia. Tehát elkezd, el tudjuk kezdeni építeni a kis övünket. Én mindig úgy szoktam, hogy ugye a szélerőművel kezdek, és utána közéépítem a napenergiát. Ugye shift, tudom ezt elhúzni. Hozok magam már egy pár alapot, hogyha át kell mennem a vízen is. Egy olyan, egy olyan, hát ilyen 2000 alapra szükségünk lesz, hogyha át, át kell kellünk nagyobb vízdészen, akkor legyen nálunk alap. És innentől kezdve csak megépítjük az egészet, ami el fog tartani egy kis ideig. Most, ha megnézzük, a jelenlegi épületeknél, ugye az energiánk, a generation capacity az 91 majdnem 92 megawatt, ami tökéletes nekünk, mindjárt megmutatom, hogy mennyi energiát tudunk azzal, azzal összeszedni, ha egy sorban rakjuk a bolygónkat. És meg is érkeztem az utolsó napelemmel, újjá, ha megnézitek, készen van a bolygónk körül az egész szalag, úristen, de jól néz ki egyszerűen hihetetlen, és nagyon jól felszapolni, és ha megnézitek, egy ilyen szalag 70 megabat energiát ad hozzá a meglévő energiához, már azt hiszem 82 volt, szóval most van 150 megabat. És ezt technikai, én ezt úgy szoktam csinálni, javaslom nektek is, és ahogy egyre jobban kell majd az energia, mindig növeljétek meg a szalagot is. Így tudni fogjátok, hogy minden egyes szalag, 70, megabattot 70 fog hozzáadni a már meglévő energiatermeléshez, energiatermelés kapacitásához, és ha ezt meg, meg tudjátok kétszerezni, háromszorozni és négyszerezni összességében, ugye nekem kétszer, újra kellett kezdenem, a, a felénél kb. ki kellett törölni mindent is újra kezdeni, mert elrontottam egy-két koszkát, ugye elég nehéz így lerakni, főleg amikor ilyen rengeteg gépet raksz le egymás mellé, akkor az eléggé problémát jelent, és ugye így ki tudjuk használni a teljes napenergiát a bolygón, és a teljes szélenergiát, mert ugye a szélenergia a legjobb technikailag, csak ugye azt nem tudjuk minden abba lerakni, tehát így napelemeket berakunk közé, és így technikailag 100%-os lesz a kihasználtság, és mivel az egész bolygót körbeéri ez a napenergia, napenőmű és szélerőmű öv, ezért folyamatosan ugyanazt a mennyiségű elektromosságot fogja nekünk termelni, teljesen mindegy, hol van sötét, hol van világos, mert hát ugyebár a bolygó egyik felé mindig süt a nap. És ez, és ez rettenetesen jó lesz nekünk a későbbiekben. És ha megnézitek, roppantul rengeteg sok energiát lehet vele ö, termelni. Remélem legalább egy kicsit segítségetekre lehettem ebben. Ha igen, nyomjatok egy lájkot, ha szeretnétek többet látni, Iratkozzatok fel Ha van valami, amit még hozzáadnátok a videóhoz Információként Bátran hagyjátok ott a komment részlekbe Ha lenne valami kérdésetek, kérdezzetek bátran Ne felejtjétek, hülye kérdés nincs Hülye válasz, hát az akar egy pár hetente ötször szoktunk ezt live on a twitch is. Ha akartok élőben kérdezni akármit, gyertek oda föl bátran. A Dyson Sphere program az egyik kedvenc témám mostanában. A beosztásunkat megtaláljátok a Discordunkon, Facebookunkon vagy a Twitchünkön. Link a reírásban. Gyertek, szeressetek minket, keresetek minket. Sziasztok!